Sziasztok, Jenny vagyok, üdvözöllek a csatornámon. Nagyon izgulok, mert ma fogom elkezdeni felvenni az új sorozatot, ami Halloween témájú lesz, és hát reményeim szerint 7 napig fog tartani, meglátjuk, hogy pontosan mennyi ideig fog tartani. Itt vannak a szereplők, viszont egy szereplő hiányzik, mégpedig az, aki megnyerte a szimkészítő versenyt, Dávidnak a karakterje, Bambilla, azt hiszem az volt a neve, úgyhogy gyorsan töltsük őt is le, és tegyük be a háztartásba. Át is küldte nekem a szimet, itt is van, custom contentekkel együtt. Hú, nagyon jól néz ki. Őzik a szim, és igen, Bambilla a neve. De lehet Bambinak rövidíteni, úgyhogy lehet, hogy így fogom használni. Hú, egészen érdekes szemei vannak. Nézzük meg az öltözékeit. Elvileg mindenhol ugyanez van beállítva, de van neki egy külön hálóruhája, úgyhogy azt meg szeretném nézni. Pont arra nem kattintottam rá. Így néz ki a hálóruhája. Jó, mindegyik más ugyanaz, bár én néhány helyen a fürdőruhát beállítottam fürdőruhának. Úgyhogy lehet, hogy neki is megtenném, hogyha nem baj, beállítanám a fürdőruháját, mert lehet, hogy szüksége lesz rá. Nem tudom, de lehet. Megpróbáljuk megtartani a stílusát. Egyszerűen egy ilyet fog kapni fürdőruhának. Rendben, és akkor hozzáadom a többiekhez. Itt is van minden 8 karakterünk, úgyhogy nincs is más hátra, mint hogy elmeséljem nektek, hogy miről fog szólni ez a sorozat. Igazából semmi extra, egyszerűen csak a szegény, drága, fáradt szimeink úgy döntöttek, hogy idén Halloween alkalmával kibérelnek maguknak egy fantasztikus szállodát, ahol csak ők lesznek egész héten, és csoda jól fogják érezni magukat. Be is mutatnám nektek a halloweeni szállodánkat, így néz ki. És itt fogják eltölteni az elkövetkezendő 7 napot. Azonban sajnálatos módon, amikor ideértek, akkor vették észre, hogy a szálloda felújítás alatt van, ami azt jelenti, hogy néhány hely nem elérhető a számukra, és nem tudnak bemenni. Illetve történt egy kis félrefoglalás, ugyanis szerettek volna olyan szobákat, hogy mindenki külön tudjon aludni, de sajnos ez nem jött össze, és csak két személyes ágyaink vannak, úgyhogy hát meglátjuk, hogy hogy fogják ezt túlélni, mármint az ágyparát, vagyis csak az ágyparát, na majd meglátjuk. Úgyhogy a második emelet az még abszolút nem elérhető a számukra, ugyanis az még teljes felújítás alatt van, de ne aggódjatok, mert minden nap végén jönnek a szerelők, és valami újítást fognak hozni, amivel a szimek még jobban érezhetik majd magukat a szállodában. Úgyhogy körülbelül ezzel el is mondtam nektek, hogy miről fog szólni a sorozat. Ahogy bejövünk itt a szállodába, nem is tudom, így talán, hogyha így mutatom, szóval bejövünk. Sajnálatos módon a konyha még nem készült el, emiatt csak ilyen automatákból tudják összeszedni az élelmet, de tökéletes ez is, hiszen nincsen szükség másra, ebben van innivaló és étel is. Ahogy bejövünk, itt van egy nappali rész, ahol tudnak pihenni, egy kis cukorka is, avval kedveskedett nekik a szálloda, illetve itt lehet elfogyasztani az ebédet. Na és akkor itt vannak a hálószobák, ahol történt ugye a félreértés, mert ők úgy szerették volna, hogy mindenkinek külön ágyen legyen, de hát sajnálatos módon így jött össze, úgyhogy hát remélem, hogy meg fogják tudni oldani, 4 dupla ágyunk van, és akár az is lehet, hogy valakik úgy döntenek, hogy együtt alszanak. Meglátjuk, hogy hogy fognak dönteni. Én nagyon nem fogok beleszólni a döntéseikbe. Lehet, hogy lesz egy-két dolog, amit sejtelmesen a háttérből én fogok irányítani, de alapvetően hagyom, hogy ők döntsék el, hogy mit csinálnak. Tudnotok-e róla, hogy senkinek semmilyen viszonya tulajdonképpen nincs egymással, csak amiatt, hogy összeköltöztek? Ezt így szerettem volna hagyni, úgyhogy akármilyen kapcsolatok itt összejöhetnek. Ráadásul a helynek romantikus aurája is van, úgyhogy még az is lehet, hogy itt valami új szerelemre tesznek szert. Viszont a mai nap folyamán ki fog nyílni egy helység, ami jelenleg nem elérhető nekik,
mindjárt mutatom is. Itt van ez a helység, ami az automaták mögött van. Ez ma ki fog nyílni, és onnantól kezdve ezt fogják tudni használni. Csak egy kicsit jöjjenek be a házba, nézzenek körül, ismerkedjenek, és akkor utána ezt megnyitom nekik ezt a helyet, és onnantól kezdve azt fogják tudni használni, és ez lesz minden részben egy napot szeretnék végigjátszani, és minden nap végén kapni fognak valamit a játékba, amit tudnak használni, vagy az is lehet, hogy buli lesz, és fognak kapni italokat, meg ételeket, meg ilyenek, úgyhogy erre számítsatok. De hát Halloween van, úgyhogy arra is számítsatok, hogy bármi megtörténhet, és nem biztos, hogy mindenki túléli. Úgyhogy, hát szerintem kezdjünk is neki. Kíváncsi vagyok, hogy befoglalják-e rögtön a szállodát. Szerintem be van állítva, hogy mindenki magától döntse, mit szeretne csinálni, de a biztonság kedvéért megnézem. Pont most került be egy új szisztéma játékba, egy ilyen help center. Úgyhogy remélem, hogy nem fog nagyon zavarni minket a játékban, de most ehhez nem szeretnék mit hozzáfűzni, mert ez a videó nem erről szól. Igen, be van állítva, hogy teljes önállóság legyen. Hát amint mindenki besételt a házikóba, majd bezárom az ajtót, mert sajnálatos módon az ajtó az... Sajnálatos módon az ajtó az ilyen kicsit rosszul működik és bezáródik, hogyha már mindenki bemegy, úgyhogy nem lehet kijönni onnantól kezdve. Illetve van egy kis módosítás, a Dracula és Liza nem vámpírok, mert féltem, hogy vámpírokkal nem működne itt minden, viszont Marcus és Jane, ők boszorkányok. Jane, te hova mentél? Aki bement, ez mit csinál? Itt állnak a lányok, éppen könyveket válogatnak maguknak. Jane-nek nem tetszik, ahogy kinéz a hely? Azt mondja, hogy csúnyán lett berendezve. Jane, csalódtam benned. Miért nem tetszik, hogy berendeztem? Pedig annyira igyekeztem. És nem tetszik neki. Jó, úgy látom, hogy Liza csak olyan vámpírosan megérkezett. Ő nagyon érzi ezt a Halloween szellemet, neki itt vámpíroskodni kell. Na, a többiek nem jönnek be onnan? Lehet, hogy be kell őket küldenem, hogyha nem a hajlandóak bejönni. Hoppá, itt nagyon elkezdtek ismerkedni és barátkozni egymással a karakterek. Ennek is lehet, hogy lesz valami szerepe. Ennek látjuk. Ez nagyon vicces, hogy megpróbáltam megijeszteni, de nem jött össze. És összevesztek. Ajaj. Most veszekednek? Megint megpróbálja megijeszteni, és megint nem sikerül. Nem lehet megijeszteni, hogy úgy látszik. És megint összevesztek. Mi lenne, hogyha bemennétek? Ez az, köszönöm! Ti is mehetnétek be, mit szólnátok hozzá? Esik az eső, nem kell amit kint beszélgetni. Nagy barátságokat kötnek, úgy látom. Hát, pedig 10 óra van, én lassan terveztem, hogy megnyitom nektek ezt a helyszínt, ami itt el van zárva. Itt beszélgetnek egymással, Marcusnak, ahogy látom, nincs jó kedve. Mi nem tetszik? Neki se tetszik. Ó! Nem tetszik, hogy beszélgetnie kell a többiekkel. Upszi! Túl sokan vannak itt, ez nem jó neki. Sajnálom. Nem, balkon vagonoznom kell. Viszontlátásra. Köszönjük szépen a próbálkozást. Úgy látom, kénytelen vagyok beküldeni ide a szemeket a házba, mert maguktól képtelenek bejönni. Úgyhogy... Gyertek be, légy szíves. Itt már beszélgethettek, meg csinálhattok tőlem bármit, amit szeretnétek, csak gyertek be. Cserébe, hogy bejöttök, megnyitom nektek a csodálatos, fantasztikus helyet, ami eddig nem elérhető, szerintem nagyon fogtok neki örülni. Oké, na, mindenki bejött, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy bezárjam ezt az ajtót. És hát akkor nyissuk meg ezt a csodálatos helyet. Arra gondoltam, hogy ide tehetnénk valami ajtófélét.
Lehet, hogy már egy kicsit be is láttok oda, hogy mi van ott. Lehet tippelni, hogy mi van ott. Csodálatos helyszínt készítettem oda nekik. De hát hiába készítek én bármi csodálatosat, hogyha azt mondják, hogy nekik nem tetszik. Próbáljuk meg ezzel. Igen, és akkor most már előrehetővé vált az új helyszín, ami nem más, mint egy medence. Hát nem tudom, hogy ez működik-e, mert ezt csak csaláskóddal ide raktam, és nem tudom, hogy működik-e, de van itt egy bár, van itt egy medence, úgyhogy itt kifejezetten jól lehet érezni magukat a Steameknek. És akkor már le is csaphatom a falakat, mert innentől kezdve mindent láttok ti is. Kíváncsi vagyok, hogy mit szólnak az új helyszínhez, hát hogyha felfedezik. Markus jelenleg olvas, és nincs jó kedve. Nem tetszik neki a könyv, úgy látom. Mi történt? Fitness? Nem szereti a fitness-t? És én döntsem el, hogy szereti-e? Egy perc kimehetsz, nem tudom. Szeressen, nem tudom. Nem szereti akkor. Ó, nézzétek, valaki már elkezdte használni az új helyszínt. Flóra úgy döntött, hogy ő egy kicsit ott lubickol a vizen és a matracon. Dracula és Bambilla pedig azt nézik, hogy hogyan lubickol a vízen, és ők pedig ott úszkálnak most. Na nézzük, nézzük, kipróbálja az ugrálós részt. Yes! Működik! Nem gondoltam volna, hogy működni fog, mert attól féltem, hogy amiatt nem működik, hogy csaláskóddal tettem be. De aranyosak felfedezik itt a medencét. Liza leült a medence szélére, és beszélgetnek. Flóra meg csak élvezi. Markus úgy látom, hogy nagyon ideges. És te mit csinálsz? Készít magának valamit? Lássuk, hogy mit készít. Dimengeszti? Az micsoda? Oké. És ezt most magának készített? Igen, magának elkészítette. Nagy, mert másoknak is készítsen, hát ez túl ideges. De hát, ha most megnyugszik. Hát és így a medence szélén csinált magának ott innivalót. Szerintem fantasztikus. Egy fürdőszoba van csak sajnos, ugye a renoválásnál azt is hát nem sikerült még az összes többit elkészíteni, úgyhogy azért van egy fürdőszoba. Nem tudom, hogy erre lesz-e majd bővítés. Ugye a felső emelet az még abszolút nem elérhető a számukra, úgyhogy hát az majd egyszer el fog kezdődni annak az elkészítése is. Illetve annak a felújítása, hogy oda fel tudjanak menni. Jaj, milyen rendesek, mosogatnak. Igaz, hogy külön konyha nincs a mosogatásra, hanem itt tudnak mosogatni. De a saját poharát mosogatta, vagy Markus után elmosogatta a poharát? Mert úgy látom, hogy más nem nagyon csinált itt innivalót. Lehet, hogy a bárban is lehet valamit enni. Nem vagyok benne biztos. Nem, itt csak innivalót lehet csinálni. Hát kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az, aki nagyon éhes lesz, és rájön arra, hogy honnan lehet ennivalót szerezni, vagy nem fognak rájönni. Nézzük meg, egyelőre szerintem mindenki jól van. Neki el kéne menni a WC-re. Nem, mindenki jól van. Lehet, hogy most váltják egymást a WC-re menésben, mert mindenki WC-re kellett, hogy menjen. Mered, mi történt? Ajaj, valaki rányított, amikor éppen fürdött. Hát igen, sajnos az egy fürdőszoba az ilyen dolgokkal jár, de mindjárt jobban érzi majd magát. Na, mindenki élvezi az új helyszínt, a medencét, ennek örülök, de elkezdték szétpakolászni a könyveket, hát kíváncsi vagyok, mekkora rumli lesz így a végére. És én ezekhez nem nyúlok, én nem nyúlok semmihez, ők csinálják a dolgokat. Úgy látom, hogy... Ó, azt hittem, van Bambilla visszarakja a könyvet, de nem.
csak lerakta oda. Az olvasás az nagyon tetszik nekik. Hát igen, jelenleg korlátozott dolgok vannak arra, hogy jobb kedvük legyen. Az olvasás az egyik, de itt van a medence. Tudnak beszélgetni, jól érezni magukat. Jane, te nem jössz be a medencébe? Nem, úgy látom, hogy mit csinálsz. De rendes, elpakol. De szerintem nincs ilyen tulajdonsága, hogy szeret pakolászni, vagy ilyesmi. De mégis úgy döntött, hogy ő elrakja azt a könyvet, amit valaki ott hagyott. És onnan is elveszi a könyvet, és azt is elrakja. Na, most Márkusz szoknik onnan fentre. Wow! Oda jól nézett ki! Ez nagyon jól nézett ki, milyen ugrásokat tud még, ne kíváncsi vagyok. Illetve arra gondoltam, mint láthatjátok, megjelent itt egy virágkészítő asztal, hogy mivel van egy ördögünk a játékban, ezért a nap végén ki fog választani valakit, akit a legjobban utál. Ha nincs ilyen, akkor lehet, hogy senkit, majd meglátjuk, hogy pontosan lesz olyan, akit a legjobban utál, és annak egy érdekes ajándékkal fog kedveskedni, ami aztán lehet, hogy körbe fog járni, és mindenki odaadja annak, akit a legjobban utál. Aztán meglátjuk, hogy kinél landul a legvégén, és mi lesz belőle. De most egyelőre mindenki nagyon jól el van. Na, nézzük ezt az ugrást itt. Hú, nagyon jókat ugranak onnan föntre. Örülök, hogy sikerült ezt belerakni. Nincs olyan, aki kezd éhes lenni? Egyelőre... Flórának elég rossz a kedve ahhoz képest, hogy ott úszkál a vízben. Markus teljesen jól van. Dracula olvas egy könyvet itt a kanapén, és nagyon jól érzi magát. Avának nem tetszik a dekoráció, pedig mennyi dolgoztam vele, és csak leszóljátok, legközelebb akkor ti építettek házat. Jane-nek szintén nem tetszik a dekoráció, tudok sajnálni. Liza az itt csak vámpíroskodik, csak úgy szokásosan. Tamara tökéletesen érzi magát, és Bambilla is tökéletesen érzi magát. De már lassan kezdenek éhesek lenni, meglátjuk, hogy honnan fognak maguknak ételt szerezni. Úgy látom, hogy... Igen. Ava próbálkozik itt a géppel. Rögtön magára borította a gépet. Meggondolta magát, hogy feladja ezt a gép dolgát, és inkább szerez magának valamit innen. Rossz választás! De azért nevet rajta. Kicsit megijedt tőle. Megette a pénzét a gép, úgyhogy most az a baja. Megpróbálkozik vele újra? Add már vissza a pénzemet, a gép! Hányszor fogod ezt még magadra borítani? És továbbra sem adta oda neki a pénzét. Na most ezt nagyon rosszul érzi magát. Hogy látom, hogy itt beszélgetnek? Liza? Vagy csak Markus beszél hozzá, nem tudom eldönteni. Mi a Bambillával beszélget? Most mi van? Veszekedtek, vagy veszekednek? Ajaj! Az sose jó. Az ördög a nap végén valakit kiválaszt. Nem veszekedjetek. Látom, hogy Jane is most már elment a medencébe úszkálni. Valaki mintha vett volna valamit. Mit csináltok? Ki vesz mit? Vett magának Dracula egy pizza szeletet, neki rögtön kijött az automatából. Na, most Markus próbálkozik az automatával, nézzük, hogy sikeres-e vagy sem. Abszolút sikeres, rögtön ki is szedte a kis pizza szeletét. És Bambillát pedig megjesztette a cukorka. Bambillával mi történt? Nagyon ideges. Valakivel kellemetlen beszélgetése volt. Most Jane-nek mondja el, mi történt? Jane inkább telefonozik. Nem érdekli az ilyesmi, úgy látom. De azért ad valami tanácsot. Inkább fess. Oh no! Mi történik?
Hát, ott történt valami, és Jane nagyon meg is siet tőle. Igen, egy kicsit ijesztő volt. Kicsit baroni esett, és erre összevesztek. Bambilla, itt mindenkivel összeveszik, ez nem jó. Bambilla, ne vesz össze mindenkivel. Mi történik ott a vízben, közben a többiekkel? Hát itt nagyon élvezik, azt kell, hogy mondjam. Főleg Flóra. De most Eva is. A többiek meg körülötte úszkálnak. Merkuszi és Krakula. Ő pedig itt alszik. Hát milyen jó helyet talált aludni magának Liza. Nagyon, nagyon klasszul el vannak itt. A két fiú az körbeúszta a lányokat. Hát igen, két fiúnk van egy csomó lányra. Nem egyszerű a helyzetük, az biztos. De a lányok egész jól el vannak itt. Nézzük, Zsírnak elég jól megijedt itt, hogy érzi magát. Beszélget a lányokkal, szegényke meg egészen szomorú most, hogy így megijedt. De próbálják, próbálják. Tamarával milyen jó viszonyban van már Jane. Próbálják felvidítani. Hát remélem, hogy nem Jane lesz az, aki a nap végén megkapja Marcustól a kellemetlen ajándékot. Ide bekerült egy virágkészítő asztal, ugye? Úgyhogy Marcust majd meg fogom kérni a nap végén, hogy készítsen ott valami turpisságot. Ami majd aztán lehet, hogy körbe-körbe jár. De lehet az, hogy ő is mindig a nap végén odaadja, és még egy másik, ami körbe-körbe jár. Mi történt, Jane? Elmesélte, hogy mi történt? Most nem próbáld meg újabbat kivenni, igaz? Lehet, hogy jobban jársz, hogyha megpróbálkozod az automatával, mint hogyha én a cukorkából próbálsz kivenni kaját. Vagy nem. Sose lehet tudni. Ávával mi történt? Ja, igen, ő volt az, akire ráesett az automata. Ezt tetszett neki. Úgy látszik, hogy mindenki ezeket a cukrokat válaszol, hogy abból akar enni. Szegény, nincs jó. Fáj nagyon a nyaka. Flóra veled mi újság? Nagyon ideges. Mert a kedve az lent van. Hát, és most eljött egy könyvért, hogy olvasson. Milyen jól tettem be nektek könyves polcot, amelyekről teljesen elveszettek lennétek. Ne aggódjatok, lesz ennél még jobb is. Legalábbis reméljük. Most miért van így? Miért szaladgál ilyen furcsán? Jane, már megint? Már... Ja nem, ez most Bambilla, most ő is megijedt. Mi történt, Bambilla? Igen, ő is megijedt. Lehet, ami történt valamit. Kezd későre járni, kíváncsiuk, hogy az alvást azt hogy fogják megoldani. Egyelőre itt nagy a trashparti és a barátkozás. Ávát megijesztette a cukorka. Bambillát megint megijesztette a cukorka, úgy látom. De mindent a cukorkáért, inkább, mint hogy megpróbálkozzanak a masinákkal, úgy látom. Na, az olvasással elég jól felviszik a kedvüket. Drakulának nem tetszik a dekor. Neked komolyan ez a legnagyobb bajod? Nem tudom, mi bajuk van a dekorral. Mi az, ami nem tetszik? Kíváncsi vagyok, hogy ki fogja először elfoglalni a szállás helyet. Hopp, 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 hopp. Hát lehet, hogy ez a szálloda, lehet, hogy ez a szálloda nem egy hétköznapi szálloda. Majd meglátjuk. Ó, ez kivel történt meg? Bambillával? Valami kinyúlt onnan. Kíváncsi vagyok, hogyha aludni kell, akkor ki fogja elfoglalni elsőnek az alvó helyet. És lesz olyan, hogy egymás mellett mernek aludni, vagy nem? Nem tudom. Lehet, hogyha nagyon jól összebarátkoznak egymással, akkor tudnak majd egymással aludni. Ava elment úszkálni egy kicsit, kipihenni ezt a balesetet az automatával. Marcus, te mit csinálsz? Készít magának megint valami innivalót. Készítesz ugyanazt? Vrencs. Okay.
De nem is lett volna neki. Milyen jól el van az, hogy készít magának innivalókat. Senki nem is nem próbálkozott meg az innivaló készítéssel, csak ő. Hopp! Valaki foglalja az ágyat, oda nézetek! Megijedt és elszaladt. Miért? Az összes ágyat lehúzod, hogy most mi lesz? Lekapcsolgatja az összes ágyat. Miért játszol ezzel, Bambilla? Megijedt és most azzal játszik, hogy az összes ágyat lehúzza a helyére. Oh-oh. Mi történt? Mi történt? Ne, Bambilla! Erre nem szólított, hogy már az első nap elveszítünk valakit. Ó, ne, szegény Bambilla. Pont Bambilla. Szegénykém. Miközben zsirelfed lenyitni a másik ágyat. Jane! Többiek ott sírnak, te meg... Te meg telefokozva. Sajnálom. Sajnálom, Bambilla, de... De... nem... Majd végigmondom, hogy ha jutunk odáig. Ne aggódjatok. Látjuk még őt. Jane elmet adom. Őt ez nem érdekli. Egy sajnálom, gyerekek, én nem számítottam erőben az első nap történni fognak balesetek. De úgy látszik, hogy elkerülhetetlen volt Bambillának. Azt nézzétek meg, micsoda szépséges! Hát hogy lett neki ilyen szép... urnája? Hát ez gyönyörű szép. Boszorkány volt? Vagy mi volt ő? Wow! Gyönyörű szép ez az urna. Hát ne haragudj, Bambi! De ne aggódj, mert azt terveztem, hogyha valakivel ilyesmi történik, csak nem gondoltam, hogy ez már rögtön az első részben meg fog esni, akkor szellemként visszadom a háztartáshoz, úgyhogy visszajöhetsz csak. Szellemként aztán meglátjuk, hogy ki az, aki túlél, és ki az, aki nem. De ha jól tudom, és van rá olyan lehetőség, hogy valahogy őt visszahívjam, például így. Hogy lehet őt visszahívni? Lehet, hogyha valakinek jó viszonya van vele, akkor tudja visszahívni. Mindegy, visszarakom a háztartásba, mert ezt terveztem mindenképp, hogyha valaki esetleg szellemmé válna, akkor visszaadjuk szellemként a háztartáshoz. Igen, várható volt, és nyilván egy halloweeni sorozat, és nagyban benne van a paklikban, hogy valakivel ez megtörténik, úgyhogy hát innentől kezdve már több olyan nem fog tudni esni, és újra velünk lesz a sorozatban. A kérdés az, hogy hányan maradnak meg, anélkül, hogy szellemé változnának. Itt is van Bambilla, úgyhogy visszaadtam a háztartáshoz. Remek amúgy, mert pont valami hasonló dolgot terveztem a következő napra, amihez az ő jelenléte nélkülözhetetlen. Sajnálom, hogy pont ő volt az első, akivel ez megtörtént. Most nem tudom, miért sérsz, már itt van. Hova tegyem az urnáját? Gyűjtjük az urnákat. Nem tudom, hogy hány lesz. Nem tudom, lesz-e több. Mi történik? Megszállta őt a szelleme? Ilyet még nem is láttam. És erre összeesett a mara. De most csak azért, mert megszállta a szellem, és hirtelen álmos lett. Miért csináltad ezt? És megint megijesztette magát. Ne aggódj, most már, hogyha megijeszt, se történik veled semmi ezentúl. Megígérem. Nem tudom még mindig, hogy hol gyűjtsük az urnákat, egyelőre ide rakom. Nem gondoltam volna, hogy az első részben ilyen hamar meg fog történni. Mindegy. Hát ez így nem jó. Nem így terveztem lerakni. Egyelőre odarakjuk. Gyönyörű szép lett amúgy. Most komolyan? Fitness? Akkor ne szeresse a fitness, ha nem szereti. Felőlem. Lehet, hogy az urnát inkább elrakom.
Mert most itt eszembe, hogy akkor állandóan itt fognak sírdogálni, és nem szeretném, hogy az egész sorozat arról szóljon, hogy állandóan itt sírdogálnak. Ez micsoda? Ja, az valami varázslós dolog, ami valószínűleg belőle kieshetett, ahogy akkor varázsló volt szerintem. Na gyerekek, próbáljátok magatokat összeszedni, összekaparni. Tényleg nem gondoltam, hogy az első rész végére ilyesmi történik. Na hát, Markus, viszont akkor szeretnének megkérni, hogy az extra dolgot, az extra kedvességet azt készítsd el valakinek, mondjuk egy dália segítségével, egy ilyen szép virágot készítünk valakinek. Így a nap végén. Né, egy szellemecske. Húha! Miért világítanak lilán? Most elmész inkább aludni? Oké. Okay. Tamara világít lilán. Na, várjunk. Ne haragudj, hogy beleszólok, és szeretném, hogyha elkészítem ezt a virágot. Oh-oh! Furcsa hangokat hallottunk, és most mindenki meg van ijedve. Hát ez a virág az nem lesz elkészítve szerintem, hogy én lehet, hogy arról le is kéne, hogy mondjak. Meg se fogjuk itt élni ezt a 7 napot lesz. Vagy én nem tudom, miért, mi lesz itt ebből. Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan rosszra fordulnak majd itt a dolgok. Reméljük, hogy jobb lesz egy idő után. Próbáljuk egymást amúgy megnyugtatni. Van, aki nyugodtan alszik, igaz, hogy egy kicsit meg van ijedve. Bambi a szellemünk, akinek már nincs mitől félni, ő boldogan sétálgat. Őt nem is zavarja a kis szellemecske. Hát az első éjszakájuk az nem telik túl kellemesen a szállodában. De minden nappal is tudnak aludni, hogyha akarnak. Lehet, hogy a virágkötést azt nem estére kellett volna hagynom. Nem gondoltam, hogy ilyen mozgalmas lesz már az első éjszakánk. De... akkor a virágkötést ezt áttesszük holnapra napközben rá, hát, hogyha addigra egy kicsit jobb kedvük lesz. Meglátjuk, hogy tudnak-e aludni. Vagy amiatt nem tudnak aludni, hogy nem mernek odafeküdni olyan ágyba, ahol már valaki fekszik. Nem tudnak együtt aludni egymással. Lefekszik a kanapéra. Az is egy megoldás. Van itt kanapé. Lehet rajta aludni. Valaki inkább elmegy egy kicsit úszni, hogy kiszellőztesse az elméjét. Jane teljesen jól van amúgy. Ez a kis szellemecske teljesen rátapadt Markusra. Most azt követi. Markus meg jól meg volt tőle ijedve. De most elment aludni, és hát, ha jobb kedve lesz reggelre. Flóra, ő nagyon éhes. Megpróbálkozik a cukorkával, nem meri az automatát megpróbálni. Ajaj, nagyon meg van ijedve. Mi történik ott, Flóra? Megijed Bambitól is, de nagyon. Aztán beszélgettek, és most már jobb kedve van. Megpróbálkozik az alvással? De nincs hol aludni, mert mindegyik ágy... Nem, van itt egy ágy, ami nem foglalt. Na, most én is megijedő a cukorkától. Dracula megpróbálkozott a cukorkával, megijedt tőle. Azoknak jó, akinek sikerül aludni. Jane? Nyugodj meg! Mit csinál Dracula? Beszélgetett a szellemeskével? Jól láttam? Vagy Jane-nek próbáltam mondani, hogy nyugodjon meg? Megnyugtatta Jane-t? Egész jól van amúgy. Igen, megnyugtatta Dracula Jane-t. De rendes! Hát úgy látom, hogy Bambila pedig teszi a dolgát, és mindent tönkre tesz. Csak kérdés, akkor hogy fognak elmenni? Hogy fognak elmenni vécére, hogyha minden tönkre tesz?
Na, majd meglátjuk. Persze az is lehet, hogy majd én javítgatok itt a dolgokon. Illetve meg kell néznem, mire szántam a holnapi napot. Dracula és Flóra és Markus itt alszanak a kanapén. Markus már felkelt. Szomorú, de ő már nincs megijedve, csak éhes. Hát, ha talál magának valami ennivalót. Nézzük, mi lesz a megoldás az éhségre. Szegény Babilla is azért megijed itt a dolgoktól. Cukorka a megoldás. Már jobban van egy kicsikét. Megpróbál elmenni aludni. Végre van egy szabad ágy, amit tud használni. Nem tudom, hogy úgy reggelre eltűnik a kis szellemecske, vagy most már itt marad velünk. Nem gondoltam át ezt az egészet, hogy látszik rendesen. Markus, miért nem aludtad ki magad? Most miért keressen magadnak másik ágyat? Olyan jó volt ott aludni. Na, most melyik lesz megoldás? Az, hogy itt pihen egy kicsikét. Pedig itt van egy szabad ágy, és ott elkezdett aludni. De valamiért mégse sikerül. Jane befoglalja az ágyat. Nagyon jól teszed, Jane, mert nagyon meg van ijedve. És megnyugtatja magát. Ez egy nagyon okos dolog, nagyon okos dolog. Ezt a többiek is csinálhatnák. Hát nem tudom, mi lesz így a WC-vel. Ha lenne olyan szim, aki tökéletesen érzi magát, akkor megkérném arra, hogy javítsa meg a WC-t. Vagy, kicserélem én. Azért kell a WC, szükségünk van a WC-re. Úgyhogy kicseréltem. 8 óra van hamarosan, úgyhogy ennek a résznek itt lesz hamarosan a vége. És a következő részben a következő napot fogjuk megnézni. Hát az első rész az meglehetősen nagy kavarodás volt. Mindenki meg van ijedve. Mint most már kiderült, egy olyan házban vagyunk, ami szellem járta. Úgyhogy nem csak felújítás alatt van, és nincsenek meg még a dolgok, de szellem járta is ez a ház. El is veszítettünk ma egy szegényt, méghozzá Bambit, akit visszaadtam szellemként a háztartáshoz. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a következő részt. A következő részben jönnek a karbantartók, és hozzáadnak néhány dolgot a lakáshoz. Úgyhogy innen fogjuk folytatni. Remélem, hogy tetszett nektek, illetve a szállodához. Innen fogjuk folytatni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor nem felejtsetek el feliratkozni, és elközelebb találkozunk. Sziasztok!